marketing igazgatóját, hogy tartsa meg előadását, amelynek címe a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program értékesítési és marketing stratégiájának a bemutatása. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program szlogenje nemzeti ágazatfejlesztés, nemzetközi receptje. A nemzeti ágazatfejlesztés mögött a terület összes bevételének a megváltozott gazdasági helyzethez alkalmazkodó és az új módszerekkel optimalizált hasznosítása a működés támogató konstrukció. A bevételt értékesítés megoldásokkal és marketing eszközök jobb kihasználásával lehet növelni. Nem szabad elhallgatnunk azt a tényt, hogy mindannyiunk bevétele a páciensektől érkezik. Tehát nekünk együtt, közösen azt kell tudnunk befolyásolni, hogy a páciens mit és hogyan dönt. Tudnunk kell, hogy az európai palettáról elsőként melyik országot választják. El kell tudnunk érni, hogy elsőként Magyarországot válasszák, a magyar fogorvosokat válasszák. Ehhez tudnunk kell, hogy hol is helyezkedik el Magyarország ebben a mezőnyben, hogyan is állunk a versenytársakhoz képest. Ahogy ezt önök is láthatják a kivetítőn, az egészségturizmus globális piacát tekintve néhány számadat ugyan rendelkezésünkre áll, de ezek többnyire, ezek az információk csak becslésekre és a reklámok által generált érzékelésekre épülnek. Ennek az az oka, hogy nagyon komoly hiány van az egészségturizmus területén végzett kutatásokból. Csak néhány alaptézis és az elmúlt évek során bizonyítás nyert információk tekintetében mutatkozik egyetértés a szakértők részéről is. Tényként kezelhetjük, hogy ma a vezető egészségturisztikai desztinációk India, Tájföld, Közép- és Dél-Amerika, valamint a közép-kelet-európai régió Magyarországgal az élen. Szakértők egyetértenek abban is, hogy a távolság és az utazási idő növekedésével egyenes arányban csökken az egészségturisztikai hajlandóság. Ezeket az információkat figyelembe véve Magyarország legfőbb versenytársai Törökország, Lengyelország és Horvátország, valamint az utóbbi időben nagy lendületet vevő Románia, Ciprus és Málta. Bár Törökországban a Török Statisztikai Intézet adatai szerint évente körülbelül 150 ezer egészségturista érkezik, többnyire az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Belgiumból, valamint a régió országaiból, és 2001. szeptember 11 után az arab térségből, mégis Törökországnak a legnagyobb előnyét a 4,5 millió kivándorolt török születésű adja. A törvényi szabályozás és a piaci szereplők együttműködésének hiánya, illetve a kevés jól képzett szakember miatt az országnak még mindig nem sikerült igazi imást kiépítenie. Sokszor olcsó és bazárja megítélése. Törökországban hiányzik a bizalomfaktor. Egészségturisztikai kommunikációjában a state of the art képességére próbálnak építeni, és ezzel kínálják széles spektrumú egészségügyi szolgáltatásaikat. Magyarország egyik legkomolyabb versenytársa az európai kontinensről Lengyelország. Nem csak földrajzi közelsége, de az utóbbi években tett komoly erőfeszítések okán is. Az utóbbi években egyre több brit, kanadai, német és skandináv országokból érkező turista választja Lengyelországot egészségügyi szolgáltatások céljából. Kommunikációjában Lengyelország leginkább a helyi egészségturizmus 200 éves múltját, a magas szolgáltatási színvonalat, a szakképzett orvosi gárdát, a modern eszközöket és az elérhető árat hangsúlyozza. Bár a szektorok egyes szolgáltatói közötti összefogás még hiányzik, mégis a szolgáltatói hálózat építésre irányuló törekvések már megjelentek, néhol állami támogatással. Meg kell említenünk még Horvátországot is, ahol az integrált szemlélet és az egészségturisztikai szektorok összefogása több platformon is beindult, ám az egészségturisták még nem igazán fedezték fel az országot. 2008-ban a 7,5 milliárd eurós turisztikai bevételeknek mindössze 1%-a származott egészségügyi szolgáltatásokból. Ám úgy tűnik, hogy a jövőt Horvátország sem bízza a véletlenre. Jól meghatározott stratégiai irány mentén haladnak,
számos konferencia és szakmai rendezvény házigazdája kíván lenni a jövőben. Egészségügyi szolgáltatások széles skáláját kínálják, a sejtterápiától a szemészeti beavatkozásokon át a fogászati kezelésekig. Nem csak az előbb említett, de majd minden ország egészségturisztikai kínálatában a fogászati kezelés több más terület mellett jelenik meg. Holott a fogászati turizmus az egyik legdinamikusabban fejlődő szektor az egészségturisztika ágazatán belül. A nemzetközi piac szele, a fogorvosi fal leomlása, az újkori fogászati turizmus, a fapados légitársaságok megjelenésével, az internet által biztosított gyors és pontos információ áramlása, a szolgáltatások jelentős ár és minőségbeli különbségével, és nem utolsó sorban a fogászati kezelések biztosítási listákról való lekerülésével kezdődött el. Bár megbízható kutatások nem állnak rendelkezésünkre, a piac és ezáltal a fogyasztók is Magyarországot Európa vezető fogászati turizmus desztinációjaként tartják számon. A negatív gazdasági körülmények, illetve az egyre fokozódó hazai és nemzetközi verseny miatt azonban a piacbővülés megtorpant. A túlélés érdekében a szakmai összefogás helyett a vállalkozások határon belül és kívül egymást próbálják legyőzni, túlkiabálni. Mindeközben sajnos nem vettük észre, hogy a nemzetközi porondon a folyamatos technológiai fejlesztésekkel és szakmai fejlődéssel piachódítás zajlik. Ennek következtében pedig Magyarország könnyen elveszítheti helyzeti előnyét. 2010-re a korábbi évekhez képest jelentősen visszaesett a vendégszám, a rendelők kapacitásai kihasználatlanok. A fogyasztói igények megváltoztak, a komoly verseny miatt árérzékenységük tovább nőtt, bizalmuk pedig a szakképzetlen, de jól taktikázó országok miatt elveszett. Bár ilyen-olyan kutatások ugye a számokra vonatkozóan a piacnagyságra és bevételre vannak, azt azonban egyik sem vizsgálják, hogy mi a páciens döntési mechanizmusa. Ez pedig elengedhetetlenül szükséges lenne tudnunk annak érdekében, hogy megértsük motivációjukat, és hogy a legmegfelelőbb helyen tudjuk megkeresni őket, és a legmegfelelőbb módon. A fogászati turista ugyanis nem tartozik a klasszikus turisták közé. Míg az átlag turista körülbelül 107 eurót költ el, addig egy fogászati turista 900 eurót költ el naponta. A fogászati turisták sokkal többet keresnek, mint szépészeti beavatkozást. A fogászati turisták döntési mechanizmusa is eltérő, a desztináció, illetve a szolgáltató választásnál is különböző szempontokat vesznek figyelembe. A beteg először minden esetben országot választ, csak azt követően rendelőt. A döntési folyamat végéhez közeledve egyre kisebb szerepe van az árnak. Fogyasztó preferenciái alapján meghatározott, elfogadható, elvárt ár a fogyasztónak az alapelvárása lesz, és a hangsúly az egyéb hozzáadott értékekre helyeződik át. Az egészségturizmus egy fejlődésben lévő ágazat, a turizmus iparágán belül. Mi magunk is tapasztalhatjuk, hogy a versenynek még nincsenek kialakult alapjai, a játékszabályok még nincsenek letisztázva. A szektorra, de az egész ágazatra is még egyfajta stratégiai bizonytalanság jellemző, hiszen nincsen egy, az összes piaci szereplő által elfogadott helyes stratégia. A szereplők különbözőféle szolgáltatásokkal az egyéneknek kínált, vélt vagy valós, funkcionális, illetve érzelmi előnyök hangsúlyozásával és különféle értékesítés, illetve marketing metódusokkal próbálkoznak. Ez többnyire arra vezethető vissza, hogy a fogászati turizmusban a rengeteg szereplő és az egyre növekvő számú új belépő, valamint a növekvő kereslet ellenére sincsenek komoly, megbízható információk a piacról, a szereplőkről. Éppen ezért nem csak a szolgáltatók, de a fogyasztók helyzete sem könnyebb, hiszen számukra sem áll rendelkezésre egy szabvány, változó minőséggel szembesülnek, ugyanakkor a szolgáltatással szembeni elvárások, igények folyamatosan emelkednek. Ám mindezek a hátrányok egyúttal azok, amelyek ma még biztosíthatják a fogászati turizmus előnyét, és kitörési lehetőséggel egy stabil piacvezetői pozíció megszerzését, erős márkanév építését azoknak a vállalatoknak, országoknak, amelyek egy jó stratégiai irányt határoznak meg,
és azt konzekvensen követik. A piacvezető fogja tudni ugyanis megszabni a játékszabályokat, és teheti mindezt úgy, hogy saját előnyeihez, legnagyobb erősségéhez igazítja hosszú távon. Jelen pillanatban Törökország és Lengyelország is mindent megtesz annak érdekében, hogy megszerezze az európai piacvezetői pozíciót az egészségturizmus területén. Az országok több szolgáltatást kínálnak, szélesítik palettájukat annak érdekében, hogy minél nagyobb piaci részt tudhassanak magukénak. A szívsebészeti eljárások, a speciális szemműtétek, a mesterséges megtermékenyítés és a fogászati kezelések mellett még több egyéb más szolgáltatást is kínálnak, amelyekre egyre nagyobb igény és érdeklődés mutatkozik a keresleti oldalról. A kiélezett verseny miatt azonban csak azok a szolgáltatók lesznek igazán sikeresek, akik megkülönböztetik magukat, vagy kiemelt területekre fókuszálnak, és egységes stratégia mentén kommunikálják és értékesítik szolgáltatásaikat.